szeptemberben beszélgettünk itt a művész találkozón, és akkor már azért én próbáltam kipuhatolózni, hogy lesz-e az idén pályázat, akkor azt mondták, hogy hát lehetséges, és ha lesz, akkor mindenképpen család témakörben. Hát én a címből azt látom, hogy ez be is igazolódott, így történt, igaz? Örülök, hogy felvetette ezt a szeptemberi indulást, mert valóban egy olyan művész közeg és egy olyan művész közösség tudott eljönni Kiskörösre, aki nagyon jól érezte magát, és jó értelemben mondom, megfertőződött újra a Petőfi üggyel, és valóban így van, hogy volt egy bizonytalanság a múzeum vezetésében, és talán személyesen igazgatóasszonyban is, hogy lehet-e ébren tartani ezt a pályázati kedvet és aktivitást idén is, és hát tulajdonképpen annyira inspiratív volt az egész itt lévő találkozás és az a nap, hogy biztattuk igazgatóasszonyt, hogy újra hirdesse meg, és azt hiszem, hogy hát nem kellett nagyon győzködni őt, hogy erre vállalkozzon, és a pályázat valóban így van, hogy meghirdetődött, és hát kitűnő két sorral, a családra utalt két sorral, ami Petőfinek egy varázslatos vers, ez a karácsonykor, ami egy visszaemlékezés az ő gyönyörű gyermekkori karácsonyaira, és valóban így most ebben az évben nem annyira Petőfi személyére kizárólag, vagy költészetére, hanem Petőfi és a család, Petőfi és a szerelem, a szülei, a gyermeke, és ez a viszonyrendszer vált tulajdonképpen a kiírásnak a központjával, megtetéződve azzal a rengeteg sok különböző jubileummal, aminek csak egyik eleme, ugye, hogy Petőfi szüleinek a 200. házassági évfordulója van idén. Tehát ez is egy szempont volt, és hát valóban itt az irodalmárok annyi mindent kötődést találtak, ami nagyon jó kiindulást adhatott a művészeknek, és hát örülök, hogy sokakhoz ez el is jutott. Aki együtt látta a családot, ugye ez az első sor ennek a bizonyos kiírásnak. Mit láthatott, aki együtt látta ezt a családot? Vagy mit ragadtak ki most ebből az itt pályázó művészek? Nyilvánvaló, hogy itt egy picit egy idealizált helyzet az, ami elsősorban fölmerül a kiállítás kapcsán, de azért örülök, hogy ezt most fölveti, mert két végső pont lehet az értelmezésben. Az egyik az, hogy kis gúnnyal, kis iróniával viszonyulunk a Petőfi és családja kérdéséhez. Egyébként tudjuk, hogy a felületi, harmonikus, nagy szerelmeken és erős kapcsolatokon túl, a mélyben, micsoda nagyon erős indulatok Petőfi halála után a nagyon ellentmondás, a Szendrei Júlia életút, a szegény fiának a sorsa. Tehát lehetséges volna egy kicsit gúnyosabb megközelítés, egy ironizáló valamilyen megközelítés. Egyik végletként, másik véletként pedig egy szentimentális, és valóban csak az álmokban, a nosztalgiában és a szépítésben kifejeződő ábrázolásmód. Most azért nagyon örülök a pályázat anyagának, mert tulajdonképpen egyik véglettel sem találkozunk. Közelítő képzőművészeti véleményekkel igen, de általában a mély emberi empátia. Tehát az a különös, hogy ugye most már 170-200 év távolában vannak a történések. Valóban, hogy kimondjuk az éveknek a számát, hát szinte azt mondhatjuk, hogy egy más bolygón történtek már ezek a dolgok, és valójában pedig pont azt érzékeljük, hogy ezek a belső, személyes, családi feszültségek és harmóniák miképpen hatnak a művészekre, és ez nagyon érzékenyen, nagyon összetetten, és hát amiről fontos egy kicsit majd beszélgetnünk, hogy technikailag nagyon-nagyon bravúrosan és sokszínűen közelítették meg. Milyen technikai megoldásokat alkalmaztak, akkor lecsapnék erre a labdára. Igen, ezt már korábbi pályázatokon is megállapíthattuk, hogy nagyon izgalmas abból a szempontból is mindig a pályázat anyaga, hogy egyrészt festők, szobrászok, grafikusok, iparművészek, tehát hogy nagyon széles a skála. A festőkön belül is mindig találunk hagyományos megközelítéseket, hagyományos technikákat. Itt két dologról van szó, egyik tehát a stílus, hogy valaki realista módon, ábrázoló módon közelíti meg, vagy éppen elvontabban. Tulajdonképpen Petőfi egész témája és a kor az kicsit arra terel, hogy azért itt maradjunk a realitások,
tehát a természetelvű ábrázolásnak a keretein belül ez a jellemző. De nagyon izgalmasak a kísérletek, amikor ebből valaki megpróbál kiszabadulni. Erre is látunk példát. A grafika azért nagyon izgalmas, mert gyönyörű metszeteket, gyönyörű nyomatokat látunk. Egészen elképesztő finom rajztechnikával az egyik díjazottunk is ebben tűnik ki. Visszatérve a festői technikáknál is ezt tapasztaljuk. Ragyogó plasztikákat kaptunk ismerős névtől is, de új pályázótól is, tehát nagyon összetett a plasztikai rész, és ami most nagyon hangsúlyosan jelen van, hogy most már a digitális technika, tehát a számítógépes képalkotásnak a szépségei is előtérbe tudnak kerülni. Ez azért nagyon izgalmas, mert alapvetően még mindig a képzőszti területen sokakban él egy tartózkodás ezzel a technikai megoldással, vagy ezzel a alaptétellel kapcsolatban, de most például azt hiszem éppen két első díjas, vagy a hatból két díjas díjazottnak is számítógépes technikájú a munkája, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon is meggyőzően tudnak ezek a munkák argumentálni avval, amellett, hogy visszanyúlnak Petőfihez, és mégis a 21. század technikájával teszik ezt, és ez nagyon örömteli és fontos jelenség ezen a kiállításon. Említette, hogy vannak olyanok, akik visszatérők, és vannak újak is. Milyen arányban? Én is láttam lent ismerős arcokat, és ismeretleneket is. Ez pontosan így van. Ugye kicsit esetőleges is, hogy éppen kiolvas el a pályázatot mondjuk szeptember végén, október elején, de akik már pályáztak ide, azok szívesen jönnek, ezt tapasztaljuk. Ez nagyon fontos, és mindig vannak újak valóban, ahogy ön most mondta. Most a díjazottak között is egyébként az egyik fődíjas is először nyújtott be pályázatot, tehát semmilyen ilyen kritérium nincs, hogy aki folyamatosan pályázik, az díjra érdemes. Ez nagyon jó, mert tehát ne legyen az, hogy itt egy ilyen kicsit bezárkózott a művészkör, amelyiket foglalkoztatja a Petőfi téma. Én úgy gondolom, hogy ilyen fele-fele arányban lehet, vagy kétharmad már volt itt, és egyharmad új, tehát valami ilyen arányban. És ami nagyon figyelemre méltó, hogy vannak fiatalok ezen a pályán, ezen a mostani anyagban is, és mindig a fiatalok egy picit másképpen közelítenek, de ugyanakkor pedig, hát nagy öröm, hát most hadd mondjak egy nevet, hogy Gyémánt László Kossuth díjas festőművész, akit bevallhatjuk itt négy szem közt, hogy már 80. életéve fölött van egy pár esztendővel, de őt is nagyon izgalmassá tette számára a pályázati kiírás, és egy ragyogó olyan Grúz Mária portrét festett, ami nagyon figyelemre méltó volt mindannyiunk számára. Nehéz volt összeállítani a kiállítást? Nincs itt minden pályamű, ugye? Jól tudom? Én azt hiszem, hogy nincs itt. Ja, persze nem, tehát a zsűri során kitettünk egy pár pályázót, és ezáltal pályaművet is. Ugyan nem volt meghirdetve a pályázati feltételek között, hogy tagja kell, hogy legyen valaki valamilyen szakmai szervezetnek. Végül is alapvetően ezzel nem foglalkoztunk, de érkezett egy-két olyan munka, ami lehet, hogy egy más közegben megállja a helyét, de abban a színvonalas közegben, amit most itt tapasztalunk, abban kilógtak. Tehát minden zsűrizésnek van egy bizonyos értelemben abszolút kritériuma, és van egy relatív kritériuma is. Az abszolút természetesen a szakmaiság. A relatív pedig az, hogy a többihez viszonyítva, és amikor a hely gondokkal is küzd egy kiállító szervezet, ami nagyon jó, mert az egy abszolút pozitív dolog, abban az esetben hátrébb szorulhatnak. Azt hiszem, hogy itt volt egy-két olyan fiatal, akit végül is nem tudtunk helyet biztosítani számukra, de ez egyáltalán nem baj, és minden ilyen pályázatnak ez tulajdonképpen része. Szeptemberben önnel is találkoztunk itt a művész találkozón. Ezek szerint régi kapcsolat fűzi a Kiskörösi Petőfi Múzeumhoz. Mesélne erről, hogy mikor indult ez a kapcsolat? Milyen múltra tekint vissza? A múlt évben voltam itt először, mert, és hozzá kell tennem, hogy akkor én nem is voltam ebben a dologban másképp érdekel, csak úgy, mint érdeklődő, mert akkor nem vettem részt a kiállításon, viszont a feleségem Ardai Edina akkor is részt vett, és az ő munkája az be is került a gyűjteménybe, és hát
ő rajta keresztül, őt követem. Tehát ez nyilvánvaló. Mi volt akkor az indítatás az idei pályázatnak? Mikor dőlt? Hogy ön is részt vesz? Igen. Hát azért, mert szégyeltem volna magam, hogyha én ebben a gyűjteményben nem kapok helyt, és miután ezt előre megbeszéltük, hogy ha én odaadom, azt elfogadják, akkor én boldogan odaadtam. És mondjuk ez egy olyan dolog, hogy én ezt nyilvánvalóan csak ajándékba adhattam oda, mert van nekem egy ilyen hülye elképzelésem, hogyha az ember már egyszer beállította a saját értékrendjét a művészetben, akkor azt nem adhatja lejjebb. Hogyha ajándékba adom, akkor nem adtam lejjebb. Tehát itt már ez is egy olyan dolog volt, ami meghatározta azt, hogy én szerettem volna ezt adni, és ezért én megfestettem Petőfi anyját, aki Petőfi életében nagyon fontos szerepet töltött be, a versei bizonyítják. És a másik pedig az, hogy olyan sok képet nem festettek róla, mert a Petőfi rajongása után az ember azt az egyetlen képet, amit festettek róla, azt nézi, akkor nem is érti azt a rajongását az anyja iránt, mert arról a képről nem túl megnyerő, úgyhogy én igyekeztem valahol azt összehozni, hogy a szimpátia is benne legyen, meg hát azért ne legyen a karakter ellenében sem. De akkor ezek szerint szebbnek festette meg Rúz Máriát, vagy kicsit barátságosabbnak? Ilyen érdekes mosoly van az arcán. Igen, és hát van benne valami olyan, hogy az ember szembesül vele, tehát muszáj, hogy valami párbeszéd keletkezzék, hogyha a képet nézi, mert hiszen ránéz, a szemében néz. És de hát én mondjuk a portré terén beírtam magam a magyar művészet történetében, elég sok portrét festettem, és sok helyen vannak. És én azt nagyon fontosnak tartottam, hogy mindenki a szememben nézzen. Mert az egy fontos dolog, hogy azon keresztül nagyjából, ha az stimmel, akkor az egész kép stimmel. És van még egy olyan dolog, ami szerintem a festőknek egy előnye szemben a fényképezőgéppel. Mert a fényképezőgéppel, hogyha valaki dolgozik, akkor azt teheti, amit lát a gép. Tehát, és hogyha szerencséje van, akkor elkapja azt a pillanatot, amiben sűrűsödik az egész anyag, ami a személyiségről szól. Egy festő pedig annyit tehet hozzá, és annyit vehet el, ami az ő elképzelése, hogy meg akar valósítani. Tehát mondjuk a portré az tényleg nagyon közel áll hozzám. Nem, ugye szoktak úgy csúfolni, hogy én vagyok itt az udvari portréfestő, de hát én jazzt is festek, meg politikai képeket, meg protestképeket, meg sok mindenben részt vettem. De hát nem tiltakozom, pár száz portrét festettem. Ehhez el kellett mélyülni akkor ezek szerint Rúz Mária életében, Petőfi életében, vagy a család életében? Ő milyen családot látott? Mert ugye ez a pályázatnak a címe. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az apja is, meg az anyja is most alapul véve azt, amit a Czeiser Endre kifejtett, mert ugye a genetikai alapon próbálta megfejteni a zsenit. És két részletre osztotta, hogy nőhet ki egy zseni. Egyrészt az, hogy átöröklődik, hogy az tényleg a családi vonatkozásban egymást követik a zsenik, és ő sem lehet más. És a másik pedig azt mondta, hogy van a Geyser típus, amelyik ugye egyszer csak ilyen, nincs semmi előzménye. És a Petőfi az ilyen volt. Vett már részt korábban ilyen pályázaton itt Kiskörösön? Igen, már 2-3 évvel ezelőtt is beküldtem alkotásokat,
és örömmel várom mindig az alkalmat, amikor újra készíthetek valamit ide. Egy kicsit, hogyha magáról, a művészetéről mivel foglalkozik, mondana nekünk valami. Én egy tervező grafikus vagyok, ez azt jelenti, hogy alkalmazott grafikus, aki nem autonóm műveket alkot, hanem megbízásokat teljesít. Nagyon sok és épületgrafikákkal foglalkozom, az azt jelenti, hogy információs, eligazító táblákat, például a MÁV vasútállomásoknak a arculatával is foglalkozom, szállodák, intézményeknek a piktogramjait tervezem. Egy érdekes kirándulás, kikapcsolódás ez a művészeti rész, ez az oldal a hétköznapok mellett, vagy hogyan tekint rá? Jól gondolja, mert pont arról van szó, hogy az alkalmazott grafika az egy feladatnak való megfelelés, és elég száraz műfaj, és így akkor egy kis lubickolást jelent az, hogyha átkirándulok más műfajokba is, tehát hogyha ezért szeretek más pályázatokon is részt venni. Több pályaművet is beküldött. Hányat szám szerint, és milyen címekkel, milyen témákban? Igazából három művet is készítettem, az egyik nagyon szó szerint vette a Petőfi családját, mert igazából a rokonaival együtt egy csoportképet készítettem. A másik pedig Petőfi Zoltánról emlékezik meg, aki két héttel ezelőtt volt, hogy 170 éves évfordulóját ünnepeltük az ő születésének, de hát szegény csak 22 évet élt meg. És a harmadik, az meg egészen eltérettől, és erre kaptam díjat, aminek nagyon örülök, az meg egy metró utazás élményéből született, hogy a velem szemben ülő fiatalok, akik amúgy mobiltelefonoztak, az egyikük közülük nagyon Petőfire hasonlított, és egyszerűen azt éreztem, hogy ezt meg kell örökítenem. Ezt kifejezetten már erre a pályázatra készítette, vagy ez egyébként is elkészült volna? Igazából én ezt elkészítettem, és amikor ez a pályázat kiírása megszületett, akkor úgy véltem, hogy hát, ha itt is meglepődnek ezen a formabontó fotomontázson. Ha én jól emlékszem, akkor ilyen jellegű alkotás nem kapott még díjat ezeken a pályázatokon. Önt mennyire lepte ez meg? Én nagyon elcsodálkoztam, hiszen igazából ez egy képzőművészeti pályázat. És ez a mű, amivel most díjat érdemelt ki, ez egy olyan fotomontázs, ami nagyon napjaink fiatalságát ábrázolja és mutatja be, de lehet, hogy a zsűri, vagy akik a pályázat kiírói ezt látták meg benne, hogy picit korszerűbb, egy picit más, talán éppen a szokatlansága az, ami teret nyerhetett ebben. Meg szoktam mindig kérdezni a művészektől, hogy az ő életükben Petőfi milyen szerepet tölt be. Az ön életében ilyenkor jön elő Petőfi, amikor ezek a pályázatok jönnek, vagy úgy egyébként is van valamilyen kapcsolata hozzá? Nagyon érdekes, hogy én az irodalmat eleve szeretem, és ezen belül Petőfi Sándor, miután fiatal koromban szakállam meg bajszom volt, és az sötét volt, még hasonlítottam, úgy mondom, hajasztam is Petőfire. Úgyhogy emlékszem, hogy az első pályázatra pont egy önarcképet küldtem be, amit persze eltorzítottam. És ha nem is így azonosulok, hát a külső hasonlóság már elmúlt, de számomra a Petőfi életútja és az egész költészet az mindig példakép, és mindig egy tiszteletre méltó munkásság marad.